Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bagoly doktor beteg. Leesett az első hó. Bogyó és Babóca elbűvölve nézte, ahogyan a fehér hópihék beborítják a tájat. Másnapra már vastag hótakaró fette a domboldalt. A katica lány elővette a szánkóját. Hárman is elfértek rajta. Elől Gömbi, aztán Bogyó, hátul Babóca. Ó, fehér lett az egész erdő, lelkendezett a barlangipók. A nagy hidegben hamarosan befagyott a tó is. A kis barátok vidáman korcsolyáztak a jégen. Gömbi, ne rágcsáld a jégcsapot, szólt rá a kis virágbogárra Babóca, de Gömbinek máshol járt az esze. Ahó, gyere, építsünk hóembert, mondta a csiga fiú, de Gömbinek nem volt jó kedve. Fáj a torkom, Bogyó, majd máskor megépítjük a hóembert, jó? Bogyó elhívta Bagoly doktort, hogy látogassa meg Gömbit. Tásd ki nagyra a szád, rendelkezett a Bagoly. Hű, de piros! Torokgyulladásod van, pár napig biztosan ágyban kell maradnod, mondta a doktor a virágbogárnak. A kis barátok minden nap meglátogatták Gömbit. Babóca teát főzött a betegnek. Pihen mesét olvasott Gömbinek. Amikor a kis virágbogár elszúnyókált a történeten, akkor letette a könyvet, és később onnan folytatta. Pár nap múlva Gömbi már egészen jól érezte magát. Ma már megépíthetjük a hóembert, mondta vidáman Gömbi Bogyónak. Bogyó és Babóca elhatározta, hogy meghívja ebédre a barátait. Délben megérkeztek a vendégek. Nagyon finom, szólt elismerően Baltazár. Bagoly doktor miért nem jött el? Nem tudom, válaszolta Babóca. Talán elfelejtette. Tudom már, hogy miért nem jött el Bagoly doktor. Beteg, megfázott. Találkoztam a fiókáival, ők mondták. Az nem lehet, hitetlenkedett Gömbi. Az orvosok sosem betegek. Miért ne lehetnének ők is betegek? Az autószerelőnek is elromlik néha a kocsija, és a cipésznek is kiukad a cipője, magyarázta Gömbinek Pihe. Látogassuk meg, és készíthetnénk neki ajándékot is, hiszen mindjárt karácsony van, javasolta Bogyó. A négy fiú összeült, és egy gyertyatartót fabrikáltak Bagoly doktornak. Az egymás mellé ragasztott fahasábokra téli képeket festettek, végül minden hasáb tetejére egy gyertyát állítottak. Szép lett, szögezte le elégedetten Vendel. A lányok színes papírokból koszorút készítettek. Bagoly doktor kiakaszthatja majd a bagolylak ajtajára, mosolygott Ugri. Másnap meglátogatták Bagoly doktort. A Bagoly gyenge volt, ágyban feküdt, de nagyon örült a látogatóknak. No hát, ezek csodaszépek, szólt boldogan, amikor kibontotta az ajándékokat. Karácsony napja, Bagoly doktor meggyógyult. Bagoly mama kekszet és szörpöt tett az asztalra, a Bagoly fiókák pedig elővették a kedvenc kártyájukat. Sokáig játszottak és beszélgettek együtt. Amikor elindultak hazafelé, látták, hogy Bagoly doktor kiakasztotta a koszorút az ajtóra, a gyertyák pedig barátságosan világítottak az ablakban. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bogyó rajza. Egy borús délelőttön Babóca, a katica lány, elővette az ecseteit és a festékeit. Szivárványt fogok festeni, döntötte el. Jó, helyeselt Bogyó. Én meg egy virágcsokrot,
Mindketten munkához láttak. Babóca nagy gonddal húzta egymás alá a szivárvány csíkjait, és Bogyó is sokat dolgozott a virágcsokorral. Festett bele 3 tulipánt, 1 harangvirágot és 1 százszor szépet. Már csak a szalag hiányzik, és kész is van. Sietnem kell, délután átjön hozzám Vendel, Baltazár és Gömbi. Kártyázni fogunk. Igen ám, de ekkor Babóca véletlenül meglökte az asztal közepén álló poharat, és a víz mind ráömlött Bogyó rajzára. A szép színes kép szétfolyt, a vonalak elkenődtek. Babóca, tönkre tetted a rajzomat! Ne haragudj, nem akartam, véletlen volt! Sírdogált a Katica lány. De akkor is tönkre ment! Duzzogott Bogyó, és nagy bérrel durral kilépett az ajtón. Hazamegyek! Várj, Bogyó! Próbáljuk meg kijavítani! Szólt bizonytalanul Babóca, de a csiga fiú vissza sem nézett. Közben eltűntek a szürke felhők, és kitisztult az ég. Amikor Bogyó hazaért, kitette az elázott képet a napra. A rajz hamar megszáradt, de hullámos és foltos maradt. Bogyó bánatosan nézegette a képet. Végül nagy sóhajtással félredobta az ágyra. Mindjárt megérkezik Baltazár, Vendel és Gömbi. Ideje rendet raknom. Hamarosan nyílt az ajtó, és beléptek a kis barátok. Ha-ha, Bogyó! Megjöttünk! Elhoztuk a kártyákat is. Gyertek be! Hívta őket a csiga fiú, és mind asztalhoz ültek. Baltazár megkeverte a lapokat, Vendel osztott, és már is belekezdtek az első körbe. Gömbi hamar kiesett. Ahogy körbejárt a szobában, észrevette az ágyon heverő képet, kézbe vette, és megcsodálta. Na hát, Bogyó, ez gyönyörű! Te rajzoltad? Kérdezte kíváncsian. Bogyó meglepődött és zavartan válaszolt. Igen, én rajzoltam. Mind kérdezgetni kezdték Bogyót. Te találtad ki? Megmutatod, hogyan készül? Faggatta Vendel. Hogyan lett ilyen szép, különleges? Kérdezte Baltazár. Bogyó legyintve megszólalt. Igen, én találtam ki, igazán nem nagy ügy. Szívesen megmutatom nektek, hogyan kell ilyet készíteni. Ekkor belépett a házba Babóca. Egy nagy tál süteményt szorongatott a kezében, és félénken átnyújtotta Bogyónak. Ezt neked sütöttem, Bogyó, ne haragudj, hogy tönkretettem a rajzod. A többiek értetlenül meredtek Bogyóra. Dünnyögött Baltazár. Akkor nem is te találtad ki? Hát jó, nem is én találtam ki. Teljesen véletlenül sikerült így. Kezdte Bogyó. Babóca leöntötte a rajzot, szétfolytak a színek, és ilyen furcsa lett a kép. Kitettem megszáradni, végül úgy döntöttem, hogy megtartom, és nem dobom ki. Jó, hogy nem dobtad ki, nekem adod! Egy virágbogárnak igazán jól mutatna a falán egy ilyen szép virágcsokor. Lelkendezett Gömbi. Hát persze, neked adom, Gömbi, szólt nevetve Bogyó. Sajnálom, hogy olyan dühös voltam, kezdte a csiga fiú. Nem haragszom, Bogyó. Elhoztam a szivárványos rajzomat, neked adom. Köszönöm, Babóca. Nagyon örülök. Ki is teszem a falra. Nincs kedved beállni kártyázni? Kérdezte a csiga fiú Babócát. De igen, szívesen. És közben együk meg a sütit is, kiáltotta vidáman a Katica lány. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Vendelt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult. Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt. De a kavics megtetszett Vendelnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Vendel! Az az én kavicsom! Én rúgom tovább! Nem, ez már az én kavicsom! Keresd másikat! Ezt én rúgdalom tovább!
én találtam, az enyém! Méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keres másikat! Zárta le a vitát Vendel, de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig löktöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak és legurultak a meredek domb oldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Vendel a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába. Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Vendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény? Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy doboz tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a Szamóca hol van? Hűha, a Szamóca, elfelejtettük a Szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt. Én Szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Vendel, és Töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már Szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár. Vendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A kis dongólány. Bogyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongólány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a tavasz tralvalla, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, Katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen. Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak.
Ugye holnap is velünk jössz? Kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj! Szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt. Majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek! A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe, és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csiga fiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csiga lassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kis barátok nagyon megörültek. Gesztenyegubóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskére, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca. Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül. Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni? Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk, helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a sünifogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Tündérkártya. Pihének a lepkelánynak volt egy kedvenc kártyajátéka. 16 lapból állt, minden lapon szebbnél szebb tündérek pompáztak. Sárga, sötétkék, rózsaszín, zöld, narancssárga, piros, lila és világos kék színű ruhában. Minden lapból volt két ugyanolyan. A lányok sokat játszottak a tündéres memóriakártyával. Egy napon Vendel a szarvasbogár otromba cselt eszelt ki. Össze kéne firkálni a kártyákat, gondolta magában Komiszul, de nem merte megtenni. Ezért inkább rávette Baltazárt, hogy csúfítsa el a kártyát. Baltazár, figyelj, milyen jó vicc volna telefirkálni Pihe tündérkártyáit. A méhecske cinkosan kuncogott, és neki látott, hogy sötétzöld filctollával kipingálja a képeket. Bajszot, ördögszarvat, vasvillát és ördögfarkincát rajzolt a képekre. Amikor délután a lepkelány meglátta kedvenc kártyáját, rémülten kiáltott fel. Mi történt a kártyámmal? Kérdezte kétségbe esetten.
Pihek keservesen sírni kezdett. No hát, milyen gonosz dolog! Ki tehette ezt? Kérdezte méltatlankodva Babóca. A társaság némán állt Pihe körül, de senki sem válaszolt. Én tudom, ki tette. Sötétzöld filctolla csak Baltazárnak van, szólt mérgesen Szellő. Látom is a zöld foltot a kezeden, mondta a méhecskének. Baltazár, te voltál? Kérdezte dühösen Bogyó. Az nem is úgy volt! Hát hogy volt? Vendel a hibás, az ő ötlete volt. De nem én firkáltam össze a lapokat. Pihe csak zokogott és befúrta magát Mókus Regő ölelésébe. Az is hibás, aki kitalálta, és az is, aki megtette, mondta szigorúan Mókus Regő. Mindketten hibásak vagytok. Fiúk, ez buta vicc volt. Olyan, mintha mi kipukkasztanánk a focilabdátokat, tette hozzá halkan Szellő. Ti is szomorúak lennétek. Igazatok van, ismerte be Vendel. Figyelj, Pihe, elvisszük a kártyákat, és megpróbáljuk eltüntetni róla a firkákat, jó? Jó, szipogta a lepkelány. Vendel és Baltazár hazakullogott, és nyomban nekiláttak, hogy helyrehozzák az elcsúfított kártyalapokat. De minél jobban igyekeztek, annál nagyobb lett a baj. A radír felsértette a papírt, és a lapok kiukadtak. Bogyó, segíts! Nem sikerült eltüntetni a firkákat. Nézd már, ki is lyukadt a közepe a sok radírozástól. Persze, a filctollat nem lehet kiradírozni. Gyertek, kérjünk tanácsot Babócától. Babóca, segíts! Nem tudjuk errehozni a tündérkártyát. Nem segítek! A ti ötletetek volt, nektek kell kijavítani. Ne legyél igazságtalan, inkább segíts, mert Vendel és Baltazár szeretnék jóvá tenni a bajt. Jól van, gyertek be, szólt Babóca, és a három fiú leült az asztalhoz. Ezt sajnos nem lehet megmenteni. A fiúk szótlanul lógatták az orrukat. Mást kell kitalálnunk, már tudom is, hogy mit, készítsünk új kártyát. Babóca fehér kartonpapírokat tett az asztalra, és elővette a filctollait. A fiúk kivágták a lapokat, Babóca pedig megpróbálta lemásolni a tündéreket. Baltazár és Vendel óvatosan, nagy gonddal kiszínezte a rajzokat. Mind a 8 tündér elkészült, és persze mindből 2. Nagyon szépen rajzolsz, Babóca. Tessék, adjátok oda Pihének, és kérjetek bocsánatot. Ha-ho, Pihe, nézd, készítettünk neked egy új kártyát. Babóca rajzolta, és mi színeztük. Ne haragudj ránk, Pihe. Pihe végiglapozta a kártyákat, és mosolygott. Köszönöm, mondta, és bejjebb tessékelte a fiúkat a házba. Hamarosan megérkezett Bogyó, Babóca és Szellő is. Késő estig együtt kártyáztak az új paklival. Nyoma sem volt már a rossz kedvnek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Kicsik és nagyok. Két focipálya volt az óvoda kertjében. A fenyő mellett a kicsik játszottak, Gömbi, a virágbogár volt a csapatkapitány, a kis szúbogár a kapus, a hangyafiúk a csapattagok. A tölgyfa árnyékában pedig a nagyok rúgták a labdát, Vendel a szarvasbogár, Baltazár a méhecske, Döme a krumplibogár és Bogyó a csigafiú. A kicsik egy pöttyös gumilabdával fociztak, a nagyoknak igazi focilabdájuk volt. Egy őszi napon Baltazár felkapta a kicsik pöttyös labdáját, és trükközni, cselezni kezdett vele. Ide nézzetek, mondta gőgösen. Add vissza, az a miénk, zúgolódott Gömbi. Ugyan már, csak megmutatom, milyen magasra tudom felrúgni. Nagy szólt Baltazár, és jókorát rúgott a gumilabdába. Akkorát, hogy a labda kipukkadt. Akkor most egyetlen labda maradt. Délelőtt a kicsiké lesz, délután a nagyoké, rendelkezett az óvónéni. De a nagyok folyton elvették a labdát a kicsiktől. Már
máskor pedig a kicsik csenték el a nagyoktól, és megállás nélkül veszekedtek. Együtt? Kérdezte a fiúktól Babóca. Együtt? Soha! A kicsik nyafogósak és ügyetlenek! Harsogta Vendel a szarvasbogár. A nagyok pedig undokok és lögdösödnek! Vágta rá a kis hangya fiú. Ne civakodjatok! Játszatok inkább egy meccset! Kicsik a nagyok ellen! Javasolta Ugri a szöcskelány. Hogyan győzhetne négy kicsi négy nagy ellen? Háborgott a szúbogár. Jól van, akkor Ugri és én beállunk a kicsik csapatába. Így mi hatan leszünk, a nagyok pedig csak négyen. Így jó lesz? Kérdezte a Katica lány. Jó, egyezett bele mindenki. A mérkőzés elkezdődött. Vidáman fociztak együtt, észre sem vették, hogy elszaladt a délután. Füles góljával végül a kicsik nyerték a meccset 5-4-re. Akkor holnap találkozunk, mondta a nap végén Baltazár Gömbinek, a kis virágbogárnak. Játszhatnánk egy visszavágót. A visszavágót meg is tartották másnap. A nagyok most 4-3-ra legyőzték Gömbiéket. Nem is olyan ügyetlenek a kicsik, dünnyögte Vendel, és a két csapatkapitány kezet rázott. Egy reggel új fiú érkezett az óvodába. A kis bolha magával hozta csíkos gumilabdáját is, és megengedte, hogy a kicsik játszanak vele. Így Gömbi csapata visszatért a fenyőfához, a nagyok pedig maradtak a tágasabb pályán. Néha játszottak együtt is, de ilyenkor inkább nem számolták a gólokat. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Évszakmanók. Egy télvégi napon a három szúbogár dühösen kopogott Ugri ajtaján. Farsangra királyfinak szerettünk volna öltözni, de a három bolha is királyfi lesz. Ez így már nem jó. Már készen volt a koronánk, a palástunk is, de nem vesszük fel. Segíts kérlek, nincs valami ötleted? Milyen jelmezbe bújjunk? Harsogták egyszerre. Lehetnétek esetleg három hógolyó, hiszen minden csupa hó odakint, nem nehéz elkészíteni? Ez nem jó, Ugri. Azonnal elolvadnánk, amint belépünk Baltazár házába. Percek alatt csak egy nagy víztócsa maradna belőlünk. Akkor legyetek három evőeszköz. Egy kés, egy villa és egy kanál. Nem kell más hozzá, csak ezüstpapír. Ez nagyon jó, Ugri, de nincsen ezüstpapírunk, és holnapig már kevés az idő, nem tudunk szerezni. Egyszerűbbet kell kitalálnunk. Akkor mit szóltok a tevéhez? Az épp három személyes jelmez, egy fej és két púp. Igen, de tavaly a bolhák is tevének költöztek. Így már nem az igazi. Újat kell kitalálnunk. És te mi leszel, Ugri? Kérdezték a szúbogarak. Nem is tudom, még nem találtam ki. Tétovázott a szöcskelány. Közös jelmez négyen, javasolták a fiúk. Jó, de mi legyen az? Négy virág? Vagy négy ördög? Lehetnénk négy csillag, vagy négy bolygó is, sorolták a szúbogarak. Ez nem elég jó. Olyan kellene, amiből tényleg négy van. Csak négy, se több,
se kevesebb, mondta a szöcskelány. Tudom már, kiáltott Ugri, a 4 évszak. Igen, ez nagyon jó, ugrándoztak a szúk. Évszakokból tényleg 4 van. Ugri lesz a tavasz, mert az lányos, mi pedig beöltözünk nyárnak, ősznek és télnek. Munkához is láttak. Ugri rózsaszín ruhácskát vart magának, feldíszítette fehér virágokkal. A fejére rózsaszín virágkoszorút rakott. Olyan szép volt, hogy a szúbogarak mind elpirultak, amikor meglátták. A 3 fiú jelmezet gyorsan elkészült. A nyár zöld ruhát öltött, a hasán mosolygott a nap, a sipkáját falevél díszítette. Az ősz sárga színben pompázott, és színes falevelek csüngtek rajta. A tél ruhája kék volt, sok-sok fehér hópihével. Másnap izgatottan indultak Baltazárhoz a farsangi mulatságra. A méhecske tűzoltónak öltözött. Vidáman üdvözölte Ugrit és a szúbogárkákat. Na hát, megjöttek az évszakok! Hamarosan mindenki megérkezett. Döme répának öltözött, Gömbi rakétának, Dorottya vízcseppnek. Lili madárjelmezt viselt, Szellő buszjegy lett, Egon kockacukor, Pihe banán, Babóca szaloncukor, Patrik pedig pulikutya. Az erdő kis lakói kiválasztották, ki a legszebb jelmez. Ki más nyert volna, mint a 4 évszak. A második helyezett Vendel szivárvány jelmeze lett. A dobogó 3. fokát pedig a 2 csiga foglalhatta el. Bogyó és Csiga Csaba mozdonynak öltözött. Nagy volt az öröm. Még a 3 bolha király is gratulált a győzteseknek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Buborékok. Ugri, Szellő, Bogyó és Gömbi azon versengett, ki tud nagyobb buborékot fújni. Hű, mekkora buborékok! Ugri a legügyesebb! Lelkendezett Gömbi. A szöcskelány egyre nagyobb és nagyobb buborékokat fújt, a többiek pedig megtapsolták. Hamarosan megérkezett Kelemen, hátán Babóca is, sárga hátú rokonával, Katica Katával. Mi is beállhatunk? Kérdezték. Bogyó már is Babóca felé nyújtotta a buborékfújókat, és a 2 Katica fújni kezdte az apró gömböket. Oda nézzetek! Mekkora buborék! Kata buborékja Ugriénál is nagyobb! Ugrándozott Gömbi. Ugri sértett pillantást vetett Katára, és újra fújni kezdte a fúvókát. Szép nagy gömböket fújt, de nem akkorákat, mint Kata. Ügyes Katica lány vagy, te fújtad ma a legnagyobb gömböket, dicsérte meg Katát Kelemen. Kata nem is igazi Katica, sárga a háta, át kellene festeni pirosra. Ugri, csúnya dolog csúfolódni, különben is csak azért csúfolódsz, mert Kata nagyobb buborékot fújt nálad. Kata sírni kezdett. Jaj, Ugri, most megbántottad Katát. Gyere, segíts megvigasztalni. Inkább hazamegyek, vágta rá Ugri, és ott hagyta a többieket. Ugyan, nem is úgy gondolta. Tudod, csak a buborékok miatt volt ilyen goromba. Ugri közben hazaérkezett, de sehogy sem találta a helyét. Leült enni, de nem esett jól az uzsonna. Rajzolgatni kezdett, de folyton elrontotta. Elhatározta, hogy inkább sétál egyet. Épp arra repült Kelemen a kanári, és meglátta a szöcskelányt. Nem akartam megbántani Katát, szipogott Ugri. Tudom, mosolygott Kelemen, és szárnyával átölelte a sírdogáló szöcskelányt. Nem szabad csúfolódni. De én nem is úgy gondoltam. Kata is igazi Katica, és szép a sárga szárnya is, sírdogált Ugri. Mondd meg ezt neki, csak így egyszerűen, ahogyan nekem is elmondtad. Ugri eldöntötte, hogy megfogadja Kelemen tanácsát. Elindult, hogy elmondja Katának, nem akarta megbántani.
de amikor megérkezett, csak ennyit mondott. Mit csináltok? Kirándulni megyünk a tóhoz, felelte Kata, és már is megérkezett Sünsoma a gesztenyefogattal. Babóca és Kata beugrott a fogadba, és már indultak is. Ugri csalódottan integetett utánuk. Másnap ismét neki rugaszkodott, hogy kibéküljön Katával. Kata a tóparton üldögélt. Szia, Kata! Kezdte. Szeretnék valamit mondani. De mire belekezdett volna, megérkezett a barlangi pók. Most mennem kell, Ugri, a százlábú vár minket, majd holnap elmondod, jó? Mondta Kata, felpattant a pók hátára, Babóca is Pihe mellé, és elsiettek. Miért lógatod az orrod? Kérdezte Gömbi. Szeretnék kibékülni Katával, de sehogy sem sikerül. Ne szomorkodj, gyere be! Majd kitalálunk valamit, már van is egy ötletem. Szerintem adj valami apróságot Katának. Tudom már, nekiadom a buborékfújómat. Kiáltott Ugri, és örömében megölelte a virágbogárkát. Ugri, amint hazaért, becsomagolta a buborékfújót, és alig várta, hogy átadhassa ajándékát a sárga Katica lánynak. Amikor lemenőben volt a nap, átsétált a pöttyös házhoz. Babóca, Kata, Szellő és Bogyó épp virágot ültetett a ház elé. Nagyon szép virágok! Segíthetek én is? Persze, gyere csak, megmutatom, hova milyen virágot ültetünk, magyarázta Babóca. Kata, ezt neked hoztam, hadarta Ugri, és átnyújtotta a csomagot a sárga hátú Katicának. Butaság volt azt mondani, hogy nem is vagy igazi, Katica. Kata kibontotta a csomagot, és elmosolyodott. Egy buborékfújó. Köszönöm, Ugri, nem is haragszom már. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gömbi csuklik. Egy őszi napon Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi kirándulni indult a vízeséshez. Gömbi csuklani kezdett. Baltazár felé nyújtotta a kulacsát. Igyál egy kis vizet, attól elmúlik, javasolta. Gömbi kortyolt néhányat, de a csuklás nem múlt el. Egyél egy falatot, mondta Babóca. Attól elmúlik. Gömbi elrágcsált egy kiflit, de a csuklás nem múlt el. Tartsd vissza egy kicsit a levegőt, attól elmúlik, szólt Pihe. Gömbi visszatartotta a lélegzetét, de a csuklás folytatódott. Végül Vendel, a szarvasbogár elhatározta, hogy megijeszti Gömbit. Észrevétlen előre szaladt, és elbújt egy nagy fa mögé. Amikor Gömbi odaért, nagy kiáltással kiugrott a fa mögül, és alaposan megijesztette a kis virágbogarat. Úgy, hogy az a földre huppant rémületében. A csuklás azon nyomban elmúlt. Gömbi azonban megharagudott Vendelre. Nagyon csúnya dolog volt. Én sem szoktalak megijeszteni, háborgott. Én csak jót akartam. Segítettem, hogy elmúljon a csuklás, mentegetőzött Vendel. Akkor sem szeretem, ha megijesztenek, mérgelődött Gömbi. Jól van, máskor inkább nem segítek, vágta rá sértődötten a szarvasbogár. Tovább mentek, és hamarosan megérkeztek a vízeséshez. Ez gyönyörű! Kiáltott Gömbi, és akkora sebességgel rohant a vízhez, hogy nyomban bele is csúszott. Vendel épp az utolsó pillanatban kapta el, és kihúzta a vízből. Köszönöm! Szipogta bűnbánóan Gömbi. Ne haragudj, miért olyan dühös voltam. Most viszont gyorsan haza kell jutnunk, mert Gömbi csuron vizes lett. Még a végén megfázik, aggódott Babóca. Ekkor dübörgő, súlyos lépteket hallottak a fák mögül. Hirtelen előlépett a bokor mögül egy zöld gyík. Nem kell félnetek tőlem, mondta. Merre mentek? Szívesen elviszlek titeket a hátamon. A
kis barátok megörültek az ötletnek, és boldogan felültek a gyík hátára. Ahogy mentek, mentek hazafelé, Gömbi újra csuklani kezdett. Én biztosan nem ijesztelek meg újra, nevetett Wendell. Elmúlik a csuklás magától is. Virágbogár elköszönt a többiektől, és leszállt a gyík hátáról. Gömbi után a gyík Wendellt, majd Baltazárt vitte haza. A szarvasbogár és a méhecske megköszönte a fuvart, és integettek a továbbinduló gyíknak. Hamarosan Babóca házához érkeztek, így a Katica lány is elbúcsúzott a barátaitól. Babóca után Bogyó is leugrott a gyík hátáról. Pihe, a lepke lány maradt az utolsó utas. Mire a gyík őt is hazavitte, már egészen besötétedett. Köszönjük a segítséget, gyík! Búcsúzott Pihe, belépett a házába, és gyorsan nyugovóra tért. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Babóca virága. Egy tavaszi napon Babóca, a Katica lány, ültetett egy virágpalántát a háza elé. Arra jött Gömbi, a virágbogár. Nagyra ne majd, kérdezte Babócától. Igen, nyárra nagy bokor lesz belőle, tele virágokkal. Mire beköszöntött a nyár, a bokor virágokba borult. Aki elment mellette, mind beleszippantott a kellemes virágillatba. Nagyon szép, dicsérgette a bokrot Pihe, Bogyó, Baltazár, Wendell és Gömbi is. Nyár közepén tikkasztóan melegre fordult az idő. Babóca épp a virágát öntözte, amikor Kelemen, a kanári, meghívót hozott neki. Kata írt, arra kér, hogy látogassam meg, újságolta izgatottan Gömbinek. Menj csak, Babóca, én majd öntözöm a virágodat. Köszönöm, Gömbi, 6 napig leszek távol, kérlek, minden nap locsold meg, különben elszárad. Nem felejtem el, ne aggódj, ígérte Gömbi. Gömbi másnap és harmadnap becsülettel meglocsolta a virágot reggel és este. Hazafelé menet elhaladt Pihe háza mellett. A lepke lány épp a háza tetejét festette sárgára. Én is szeretném átfesteni a házamat. Sok festékem maradt, szívesen neked adom. Gömbi boldogan elfogadta nagy vödör festéket. Másnap korán reggel munkához is látott. A festés annyira lefoglalta, hogy a következő napokban el is feledkezett a virágról. Csak akkor jutott újra eszébe, amikor Babóca hazaért, és zokogva dörömbölt Gömbi ajtaján. Gömbi, elszáradt a virágom! Jaj, megfeledkeztem róla! Kiáltott rémülten a virágbogár. Együtt álltak a hervadozó növény mellett. Meglocsolták, de nem használt. A bokor bánatosan lógatta az ágait, és sok szirmát lehullatta a földre. Itt csak egy nagy eső segítene, állapította meg Wendell, a szarvasbogár. Egy igazi nyári zápor, ami átitatja a földet. Es, eső, es, holnap délig es, zap, szaporodjék, búza bokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza. De az eső nem esett. Gömbi nagyon szerette volna felvidítani Babócát. Törte a fejét, hogyan hozhatná helyre a dolgot. Végül támadt egy ötlete. Kedves fel!
felhő. Szórja egy kis esőt az erdőnkre. Babóca nagyon szomorú, elszáradt a virágja. Már késő van, álmos vagyok, dünnyögött a felhő. Majd holnap, talán holnap. Azzal a felhő lehunyta a szemét, és már is elaludt. Amikor Babóca kilépett a házikójából, épp a tenyerébe hullott egy kövér esőcsepp. Esik! Hurrá! Esik! Bogyó, esik az eső! Egyre sűrűbben esett. Babócáik sosem örültek még ennyire az esőnek. A bokor nyújtózkodott egyet, és felemelte lekonyuló ágait. Újra kinyitotta a virágait, és elégedetten itta az esővizet. Nézzétek, már nem lógatja az ágait, megerősödött, szólt a Katica lány. Nem csak megerősödött, meg is nőtt, tette hozzá Bogyó. Gömbi összegyűjtött egy kupaccal a virág lehullott szirmaiból, és felröppent a felhőhöz. Köszönöm! És kacagva teleszórta a felhőt az illatos virágszirmokkal. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre homokvárat építeni. Nézzétek, egy hatalmas dinnye, kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A négy barát körbeülte a dinnyedarabokat, és nekiláttak. Falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni! Kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, Babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak négy dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé. Hurrá, vitorlázunk, kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten.
Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze. Gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány, kiáltott vidáman Babóca. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a Katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek, és asztalhoz ültek. A Katica lány három gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár ötöt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy ötöt, én hetet is, vágta rá Vendel. Hetet? Jó, akkor én nyolcat. Én pedig tüzet, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Vendel nem hallgattak rá. Eddig három gombócot ettünk, most jöjjön a negyedik, javasolta Vendel, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az ötödiket is. Az ötödik után megették a hatodikat, a hatodik után megették a hetediket, a hetedik után megették a nyolcadikat, és utána a kilencediket. Most jön a tizedik, bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, kétszer ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Vendel. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bakoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, a ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. Három napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit. De éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus, szólalt meg kétségbe esve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtős kalácsból. Három nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat, szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtős kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt, kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a három nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát,
Hát igen, lógatta az orrát Vendel. Pedig úgy szerettem volna én is kürtős kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a Bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek két kürtős kalácsot, tessék! Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre? Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a kettőt pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gömbi tornya. Egy nyári napon Gömbi, a virágbogár, elővette színes építőkockáit. Építek egy magas tornyot a kockákból, gondolta magában, és elindult a dobozzal a közeli dombra. A nagy tölgyfa alatt kiborította a kockákat a dobozból, és munkához látott. Ahogy a torony nőtt, Gömbi egyre nehezebben érte el a tetejét. Óvatosan ágaskodott, de a keze mégis megcsúszott, és a torony összedőlt. Jaj, ne! Kiáltott Gömbi. Most aztán kezdhetem előről, mérgelődött. Ismét nekilátott. Újra óvatosan, figyelmesen rakosgatta egymásra a színes építőkockákat. A torony nőtt, nőtt, ismét egyre magasabb lett. De jaj, ekkor egy mag hullott le a tölgyfáról, és romba döntötte a virágbogár tornyát. Jaj, a tornyom! Megint feldőlt a tornyom! A tölgyfa a hibás! Állapította meg haragosan. Ismét elkezdte építeni a tornyot, de már nem a tölgyfa alatt. Egyre türelmetlenebbül rakosgatta egymásra színes kockákat, amikor arra jött Bogyó, a csiga fiú, Babóca, a katicalány, és Vendel, a szarvasbogár. Hű, de szép tornyod van, Gömbi, mondták vidáman. Igen, szép, már csak a piros csúcs hiányzik a tetejéről, és készen van. De ekkor feltámadt a szél, és egy erős fuvallat ledöntötte a karcsú tornyot. Gömbi dübegorult. Nem, ez nem lehet igaz. Többet nem kezdem újra, nem is akarok tornyot építeni. Hazamegyek. A többiek vigasztalva szaladtak utána. Várj, Gömbi, majd mi segítünk. Gyere, építsük meg a tornyodat együtt. Nem, már nem akarom. Ennyi kockából nem is lehet igazi magas tornyot építeni. Jelentette ki dühösen Gömbi, és becsapta maga mögött az ajtót. Hogyan segíthetnénk Gömbinek? Tűnődött Babóca. Meg kell őt vigasztalnunk, szögezte le Bogyó. Tudom már, mondta Vendel. Nekem is van építőkockám. Elhozom, és akkor több kockánk lesz. Építhetünk együtt egy igazi magas tornyot, amilyet Gömbi szeretne. Ez jó ötlet, nekem is van egy doboz építőkockám. Én is hozom. Én is hozom az enyémet. Óriási tornyot építünk majd. Bogyó dömperben húzta színes kockáit, Babóca talicskában tolta, Vendel pedig nagy kosárban cipelte. Szia, Gömbi! Nézd, mind elhoztuk az építőkockáinkat. Nincs kedved egy óriási tornyot építeni velünk? Kérdezte kedvesen Babóca. A házikódban építenénk, nehogy a szél újra felborítsa, tette hozzá Bogyó. Építőkocka, mekkora torony lesz ebből, gyertek be! Kiáltott a kis virágbogár, és nagyot ugrott örömében. Most jön az utolsó darabka, a piros csúcs. Ezt te rakd fel, Gömbi, javasolta Vendel.
kész van! Kiáltották mind egyszerre. Amikor besötétedett, Bogyó, Babóca és Vendel elköszöntek Gömbitől. A kis virágbogár boldogan bújt be ágyikójába, és addig csodálta a hatalmas tornyot, míg elnyomta az álom. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó, a csiga fiú, vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak. Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a dombalján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyózni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet. Fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre.
Gyógyó és Babóca, két jó barát kalandja. Boszorkányok. Egy nyári napon Bogyó és Babóca barátaikkal a boszorkányokról beszélgettek. Ti elhiszitek, hogy léteznek boszorkányok? Kérdezte Baltazár, a méhecske. És hogy seprűnyélen repkednek éjszaka? Hát, nem is tudom, dünnyögte Bogyó. Nem sokára Bogyó és Babóca elindultak hazafelé. Mi lenne, ha este visszajönnénk? Hát, ha látunk boszorkányokat, javasolta a Katica lány. Egy kosárba enni és innivalót pakoltak, és újra elindultak a rétre. Hosszasan nézték az eget, de semmi sem történt. Gyere, Babóca, menjünk haza! Szerintem nincsenek is boszorkányok. Babóca hirtelen megtorpant. Bogyó, valami furcsa hangot hallottam a fa mögül. Jaj, Bogyó, mozog a falombja! Rémülten összeülelkeztek. Egyszer csak egy boszorkány röppent fel a fa mögül. Bogyó és Babóca nagyot sikítottak ijedtükben. Aztán egy másik boszorkány is feltűnt az égen. Szaladj, Bogyó, meneküljünk! És szaladtak, ahogy csak a lábuk bírta. Gyorsan bebújtak egy bokor mögé. Jaj, Babóca, milyen kár, hogy nincsenek velünk a barátaink! Erre a két boszorkány leszállt a földre, levették fekete köpenyüket, fekete kalapjukat, és vidáman így kiáltottak. De igen, itt vannak a barátaitok! Mi vagyunk azok, Pihe és Baltazár? Babóca szörnyű mérges lett. Tényleg ti voltatok a boszorkányok? Nagyon csúnya dolog volt így megijeszteni minket. De mi csak meg akartunk titeket tréfálni, magyarázkodott Baltazár. Bogyó is háborgott. Igazán rossz tréfa volt, ezt még megbánjátok. Dühösen elindultak hazafelé. Ki kell találnunk valamit, Bogyó, hogy ezt visszaadjuk nekik. Mi lenne, ha mi is megijesztenénk őket? Ez az, kiáltott fel Babóca. Van is egy jó ötletem. Pihe és Baltazár magukra maradtak a réten. Most mit csináljunk? Tanakodtak megszeppenve. Lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó ötlet. Ez alatt Bogyó és Babóca a Katica házához szaladtak, és gyorsan ördögjelmezbe bújtak. Fekete ruhát, fekete sapkát húztak, piros papírból szarvakat ragasztottak a fejükre. Siess, Babóca! Türelmetlenkedett Bogyó. Már látom, hogy jönnek! Gyorsan beugrottak egy bokor mögé, és várták, mikor ér oda Pihe és Baltazár. Akkor aztán kiugrottak a bokor mögül, és jól ráijesztettek a barátaikra. Segítség! Ördögök! Sikított fel a lepke kislány és a méhecske. Ugye milyen rossz, ha megijesztenek? Kapta le dühösen sapkáját a csiga fiú. Na hát, te vagy az, Bogyó! Ámult el Baltazár. Ez nagyon csúnya dolog volt. Csúnya dolog? A boszorkányos még sokkal ijesztőbb volt, kiabálta Bogyó. Nem is, az ördögös volt ijesztőbb. Elég legyen, szólt rájuk Babóca. Hagyjátok abba a veszekedést, béküljünk ki. Megígérjük, hogy többé nem teszünk ilyet, de ti is ígérjétek meg, hogy nem fogtok ijeszgetni minket. Igazad van, bólintottak a többiek. Nem akarjátok felpróbálni az ördög sisakot? Kérdezte Babóca. De igen, ti is felvehetitek a boszorkány kalapot, sőt, a seprünkre is felülhettek. Na hát, kiáltotta Bogyó. Ez nagyon jó, úgy repülünk, mint a boszorkányok. Igen, tette hozzá Baltazár is. Mint az igazi boszorkányok. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Robot. Egy őszi napon Frici, a cincér, meglátogatta régi barátját, Vendelt. A szarvasbogár nagyon megörült távoli ismerősének.
Hoztam neked valamit, mondta titokzatosan Frici, és egy dobozkát nyomott Wendell kezébe. A szarvasbogár izgatottan bontotta ki a csomagot. Egy ezüst színű robot volt benne. Neked építettem, tud lépegetni, vicces hangokat adni, és világítani is. Wendell elbűvölve csodálta a robotot. Köszönöm, Frici, nagyon fogok rá vigyázni. A cincér 3 napig vendégeskedett a szarvasbogárnál. Sokat beszélgettek, fociztak, finomakat ettek, nagyokat sétáltak együtt. A 3. nap végén Frici elköszönt Wendelltől és tovább indult. A szarvasbogár hirtelen magányosnak érezte magát. De nem sokáig volt egyedül, hamarosan Bogyó, a csigafiú kopogtatott. Szia, Wendell! Van kedved gombfocizni? Persze, már is mehetünk, de előbb hadd mutassak valamit, mondta Wendell. Székreállt és leemelte a robotot a könyvespolcról. De a szék megbillent a lába alatt, és a kis figura kiesett a szarvasbogár kezéből, és millió darabra esett szét. Jaj, a robotom! Széttört a robotom! Jajdult fel Wendell. Próbáljuk meg összerakni, javasolta Bogyó. Jó, dünnyögte Wendell. A két fiú sokáig küzdött, de sehogy sem sikerült a darabokat összeilleszteni. Hívjuk át Dömét, ő mindent meg tud szerelni, javasolta Bogyó, és a két fiú sietve elindult. Még az ajtót is nyitva felejtették. Hamarosan megérkeztek Döme házához. Szia, Döme! Kérlek, segíts! Kaptam egy robotot Fricitől, de elejtettem és szétesett. Te biztosan össze tudod szerelni, siránkozott a szarvasbogár. Most sajnos nem érek rá, Wendell. Megígértem Ugrinak, hogy még ma megszerelem a bicikliét, de holnap majd átmegyek hozzád és segítek, jó? Mondta a krumplibogár. Csak holnap. Hát jó, akkor gyere át holnap, szipogott a szarvasbogár. Bogyó és Wendell szomorúan búcsút vett a krumplibogártól, és elindultak visszafelé. Ez alatt Gömbi, a virágbogár sétált el Wendell háza előtt. Csodálkozva látta a nyitott ajtót, és kíváncsian bekukkantott a házba. Észrevette a földön a szétesett robotot. Leült, és türelmesen szerelgetni kezdett. A szarvasbogár bánatosan lépett be a házba, de amikor meglátta a robotot, minden rossz kedve elszállt. A robot újra lépegetett, víjogott, pittyegett, világított, mintha mi sem történt volna. Szia, Gömbi! Te hogy kerülsz ide, és mi történt a szétesett robottal? Erre jártam, és bejöttem, mert nyitva volt az ajtó. Megláttam a robot darabjait a földön, és megszereltem. Vágta rá büszkén a kis virágbogár. Wendell örömében felkapta Gömbit, és háromszor a magasba repítette. Hurrá! Nagyon ügyes vagy, Gömbi! Köszönöm! Másnap Wendell Babócát is áthívta, hogy megmutassa a robotot. Hamarosan Döme is megérkezett, ahogyan megígérte. De a robotot már nem kellett megszerelni, jobb volt, mint újkorában. Wendell többé nem tette fel a robotot a polcra, nehogy újra leessen. Inkább lent tartotta a kis szekrényen, az ágya mellett.